Hűségesen kíséri gazdáját a kutya az iskola udvarán. Kutyás bemutatói színesítette a családi napot. Reggeltől délutánig gondoskodtak a tartalmas időtöltésről a görögkatolikus oktatási intézményben. Reggel közös tornával indítottuk a napot. Az egyik kolléganőnk vezényelte a tornát, és megmozgatott minden diákot és pedagógust. Nagyon nagy lelkesedéssel vettünk részt benne mindannyian. Aztán közösen megépítettük a családi naphoz szükséges ülőalkalmatosságot, pavilonokat, sátrakat, elindult a főzés. Aztán 11 órától együttesen kocogtunk 2023 métert, ami a mai nap szlogenje, hogy szálljunk ki a fotelból, és mutassunk példát. Mutassuk azt, hogy igenis lehet ebben a technológiai túlterjedt világban kicsit aktívabban kinn a természetben együtt lenni, megizzadni, de jó leső érzéssel elfáradtan utána visszatérni ide az iskolába, és a családi nap keretében együtt tölteni a napot. A családi napnak az volt az apropója, hogy közös munkával parkosították az iskola udvarát, és új filagória is épült. Az intézmény igazgatója azt mondta, számukra felemelő élmény volt látni az összefogás erejét. Öröm volt látni azt, hogy a játszótérnek, illetve az iskola udvarának parkosításában közösen vettünk részt, mindannyian a maga tehetségnek megfelelően. A gyerekek hozták a vizet, hozták a kis kezükbe a földet, ásták a gödröket, egymás kezéből vették ki a szerszámokat. Tehát olyan lelkesedést tapasztaltam, amit nagyon-nagyon nagy élmény volt számomra ezt így megélni, és a kollégák is, mindenki együtt dolgozott ezért a napért. Az iskolát 2017-ben vette át a görögkatolikus egyház a dolgozók és a szülők többségi akaratából. Az intézmény két tannyelvű, magyar és angol nyelven folyik az oktatás.